Egyedi gyártású ellenőrizhetetlen informatikai eszközöket vásárol a pécsi önkormányzat az októberben felálló új közgyűlés tagjai számára. Erről döntöttek a Költségvetés és Gazdasági Bizottság ülésén hétfőn. A Fidesz frakció ezt nem támogatja, azt szeretnék, ha mindezt az új közgyűlés dönthetné el, mondta Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő. Amik miatt mi ugye azért tiltakoztunk korábban, mert azt szerettük volna, hogyha már októbertől felálló új közgyűlés rendelné meg saját munkavégzése céljából ezeket az eszközöket, hiszen tudjuk jól, hogy az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban, különösen itt a választási kampány ideje alatt felmerültek erős kétségek azt illetően, hogy a laptopok, illetve az egyes képviselőknek a levelezése, azok hozzáférhetők illetéktelen harmadik személyek számára, és éppen ezért azt szerettük volna, hogyha már az új képviselőtestület maga dönt azokról az eszközökről, amiket használni kíván. Azonban ezt a jelenlegi polgármesteri grénium nem tette lehetővé, helyette most megtörténik ezeknek az eszközöknek, laptopoknak a beszerzése, fogalmazott Barkóczi Csaba. Amiknek az irányába való bizalmatlanságunkat tovább fokozza az, hogy ezek egyedi gyártású, tehát ilyen tekintetben ellenőrizhetetlen eszközök, amelyeket itt a Városházán fognak telepíteni még a jelenlegi ciklus idején, és azt, hogy erre milyen szoftverek kerülnek fel, amelyekkel esetleg betekintést lehet nyerni majd a következő képviselőtestület egyes tagjainak a levelezéseiben, munkájába, ez azért kérdéseket vet fel a mi számunkra. Úgyhogy egyáltalán nem bizalomgerjesztő a helyzet, hogyha mondhatom így. A pécsi önkormányzat a beszerzés lebonyolítja, megvan a győztes ajánlattevő, a beszállító. Ezek alapján az eszközöket októberig beszerzi az önkormányzat. Októberben az új közgyűlés majd eldönti, akarja-e használni ezeket a laptopokat, vagy más eszközök beszerzése mellett dönt, tette hozzá Barkóczi Csaba.